Az izraeli rendőrség lelőtt egy 14 éves palesztin fiút, aki egy jeruzsálemi vasútállomáson megkéselt egy férfit. Az izraeli mentősök szerint az izraeli férfi sérülése nem súlyos. Korábban harcok törtek ki egy ciszjordániai menekült táborban palesztinok és saját biztonsági erői között. A térségben évek óta az utóbbi hónapokban volt a legtöbb erőszak. Idén már csaknem 180 palesztint öltek meg izraeli tűzharcban.